között a magyar... A karcagi Kovács Mihály Általános Iskola minden évben megemlékezik névadójáról. Ez ebben az évben sem volt másképp. Idén is számos érdekes program várt a tanulókra a Kovács Napok néven megrendezett eseménysorozaton. A részletekről Szentesi Nénánási Tünde intézmény vezető adott tájékoztatást riporterünknek. Minden évben május első hetében megemlékezünk iskolánk névadójáról, Fábrici Kovács Mihályról. Ez az év különleges, mert születésének 300. évfordulóját ünnepeljük. Ezen a héten is megrendezésre kerül, mint ahogy sok-sok éven át a emlékváltó futóversenyünk, ami városi rendezvény. Lesz egy interaktív játékos délutánunk, illetve korábban meghirdettünk egy városi rajzversenyt, melynek témája a huszár életet karolta fel. A pénteki napon koszorúzás fog történni a Kovács Mihály emlékhelynél, a Kovács kapunál, illetve a kora délutáni órákban 13 órakor iskolánk előtti emlékhelynél fogunk koszorúzni és ünnepi műsort adni a város lakosainak és intézményünk és a meghívott vendégek számára. Ahogy az iskola vezetője is elmondta, minden évben megrendezésre kerül a váltó futóverseny, melynek a karcagi iskolák diákjai mérettethetik meg magukat. A székhelyi intézményünk tanulói, az intézményünk tagintézményének tanulói, a Szent Pál Marista Általános Iskola és a Nagykun Református Általános Iskola is Talentum óvoda tanulói vettek részt. Vegyes csapatok voltak, felső tagozatos tanulók, 4 lány, 4 fiú, és egy-egy kört futottak itt a múzeum kertben. A szakemberek szerint, ha rendszeresen jelen van a gyermek életében a futás, az már eleve megtanítja őt a testmozgásra, a rendszerre, valamint arra, hogy a sport a mindennapok része. Ez pedig mentálisan és fizikailag is nagy előnyt jelent a gyerekek számára. Emellett megtanulják azt is, hogy sok gyakorlással és kitartással sikereket érhetnek el. A karcagi gyerekek láthatóan jól teljesítettek a futóversenyen. Örvendetes, hogy ezeken az eseményeken is láthatjuk, hogy azért a gyermekeink jó kondícióban vannak, hiszen teljes erőből egy teljes kört lefutni, váltóversenyt futni azért nem kis teljesítmény. Úgy látom, hogy szeretik a gyerekek, nagyon várják is ezeket a futóversenyeket, és hát az is meglátszik egyébként az eredményeken, a tanulói összetételben, hogy kik azok a gyerekek, akik a városban valamilyen sportot űznek napi rendszerességgel. Bár a részvétel volt a fontos, a képek ékes bizonyítékai annak, hogy a gyerekek igenis komolyan vették a versenyt, mindent beleadtak, hogy az ő csapatuk végezzen az első helyen. A legvégén a díjazás sem maradhatott el. Természetesen, hogy emlékezetesre tegyük a Kovács Mihály születésének 300. évfordulóját, olyan medált kaptak a gyerekek, a helyezett gyermekek, amely majd erre fogja őket emlékeztetni. A 4. helyen végzett a kiskulcsosi tagintézményünk, 3. helyezett lett a székhelyi intézményünk tanulócsoportja, 2. helyet a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulói, és az 1. helyet és a vándorkupát, pedig a Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda tanulói vihetik haza. A sportesemény tehát elérte a célját. A tanulók kellemes környezetben és jó hangulatban tölthették el a délutánt a verseny során.